Kegyelem nektek és békesség Istentől, az mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm templomunkban a mai estére is összegyűlt kedves híveket, amikor együtt tudunk imádkozni, és együtt tudjuk szeretetben, egymás iránti szeretetben megélni a Krisztus követésünket, hitünket. Isten tiszteletünk elején a 342-es ének mint három versét énekeljük, helyünket elfoglalva. Thank you.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, Te összegyűjtöd, ami szétszóródott, védelmezed, ami együtt maradt. Figyelj kegyesen fiad nyájára, hogy akiket az egykeresztség megszentelt, azok a hit érintetlen tisztaságában és a szeretet kötelékében is egyé váljanak. Urunk, Te kereszt haláloddal, mint egyetlen és örök áldozattal váltottad meg választott népedet. Add meg egyházadnak az egység és a béka ajándékát. Ments meg, Urunk, az olyan döntésektől és cselekedetektől, amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel sújtják testvéreinket. Ments meg, Urunk, a félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és gyógyulásunknak. Az előimádkozott fohász után közösen válaszoljuk, jöjj Szentlélek! Egyesíts szolgáidat az egység kötelékével, jöjj Szentlélek! Taníts minket imádkozni, jöjj Szentlélek! Szabadíts meg minket a bűn rabságából, jöjj Szentlélek! Segíts gyengeségeinken, formálj újjá minket, hogy gyermekeid lehessünk. Jézus. És most imádkozzuk együtt fennállva az apostoli hitvallást, a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünk rövid foglalatát. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most tisztelettel kérem Éger Ádám lelkész testvérünket, tartsa meg ige hirdetését, és vezessen bennünket szavaival Krisztushoz, és Krisztus által az egység útjára. Segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Szeretett drága testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, ami alapján hirdetem az ő üzenetét ezen a mai délutánon. Az ige írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának a második részében, a 9. verstől a 15. verssel bezárólag. Istenünk igéjét és annak magyarázatát leülve és figyelmes szívvel hallgassuk. Olvasom tehát a Máté evangéliuma a második részéből a 9. és azt követő verseket eképpen. Miután a napkeleti bölcsek meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekkor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak államban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez,
más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amen. Kedves gyászoló testvérek, azért gyűltünk ma össze, mert búcsúzunk. Búcsúzunk valamitől, ami életünk része volt. Búcsúzunk valamitől, ami nem csak nekünk adatott, hanem elődeinknek is. Hiszen ha megnézzük, a Biblia első lapjaitól kezdve már jelen volt. Sokat köszönhettek az első emberpár is neki, hiszen ha nincs, akkor nem tudták volna meg, hogy milyen is a szenvedés. De ott van a későbbiekben, még az özönvíz sem tud neki gátat szabni. Újra és újra beférkőzik az ember életébe, az ember elméjébe. Ragaszkodása mindennél erősebb. Sokszor az ember is így kapaszkodik bele, ahogy ő mi belénk. Ott van az első ősatya Ábrahám életében, és megmutatja neki, milyen jó kételkedni az Isten szavában. Vagy mennyire jó dolog félni, rettegni, mikor érzem, hogy távolodom a mindenható Istentől. Hányszor megmutatta, hogy milyen jó dolog haragudni a másikra, milyen jó dolog, ha gyilkos indulattal vagyok azzal szemben, aki ott áll előttem, aki az én testvérem, aki családomnak tagja. József nélküle soha nem tudta volna meg, hogy milyen rabszolgának lenni. Hogy milyen az, amikor egyik pillanatról a másikra az apa kedves fiából egy olyan valakivé válik az ember, egy olyan senkivé, akit a kútba, majd aztán a börtön mélyére vetnek. Milyen sokat köszönhetünk neki, Mózes, az első Isten által igazán kiválasztott ember, aki oly fontos dolgot kapott az ő szívébe is, oda helyezte a bizalmatlanságot, meg azt, hogy azt tudta mondani az Isten szemében, nem tudok én beszélni. Mert ott volt Mózes életében, ebben a helyzetben a félelem. A kiválasztott nép életébe bálványokat adni igyekezett, még azokban az időkben is, amikor ott volt, jelen volt az életükbe az Isten, mert hát jobb két Istent imádni, mint egyet. Milyen bölcs gondolat! Milyen nagy tudás, mennyire brilliáns elme, aki ezt kitalálja. De mehetünk tovább, mert hogyha szeretné, hogy ez ne változzon, akkor Isten prófétái ellen kemény szívet ajándékozott a nép összes tagjának.
teljesen ingyen. A legnagyobb királyokat is megajándékozta különböző kísértésekkel, amelyek a 10 parancsolat ellen szólnak, hiszen ott a másik oldal is. Nagy uralkodókat indít arra, hogy ahogyan az igében is olvastuk, gyermekeket kerestessenek halálra, hiszen féltékenynek lenni jó, főként akkor, hogyha ezt egy néhány napos gyermekkel, egy csecsemővel szemben tudom kiélni. És mind a mai napig ez így van, illetve így volt, mert hiszem, hogy mi most azért jöttünk ide újra, hogy ennek az időszaknak a saját életünkben véget vessünk. Szeretett gyászoló testvérek, búcsúzni jöttünk. Búcsúzni jöttünk valamitől, ami életünk része volt, de nagyon sokszor nem kívántuk. És ez a valami, amitől búcsúzunk, ez a bűn, a halál. Drága örvendező testvérek, örömünnepre gyűltünk ma össze. Azt is elmondom, hogy miért. Hiszen ma is kaptunk egy ajándékot. Ajándékot, amelyet nem csak mi kaptunk, hanem megkapták az eleink, az őseink, a Biblia első lapjától kezdve. Megkapta az első ember pár, miután elkövették az első bűnesetet, mert ott, Isten jogos büntetése után megtapasztalhatták azt, hogy Istennek haragjától sokkal nagyobb a szeretete, és az első bűneset után a Bibliában először irgalmat nyertek az Istentől, mert megadta nekik az Úr, hogy bár büntetésüket megkapták, de újat kezdhetnek. Máshogy, mint eddig, de életük lehet. Örömünnepre gyűltünk össze, szeretett testvérek, mert láthatjuk, hogy ha más rosszat is tervez, akár ellenünk, akár a bibliai szereplők életében, Isten képes arra, hogy ezt a rosszat is jóra fordítsa. Az özönvíz után, amikor az ember számára azt a feladatot adja, hogy menjenek és töltsék be a földet, de aztán az emberek összegyűlnek, hogy Bábelben kapjanak, lejjenek új otthonra és érjenek föl isteni magasságokba. Isten jön, és a nyelvek összezavarásával mégis megadja, megcselekszi, hogy az ő akarata érvényesüljön, és így az ember a földet betölthesse, és ennek köszönhetően lehetünk sokféle nemzetségből, de egy szívvel és egy lélekkel az Isten magasztalására együtt. Láthatjuk, hogy milyen az, amikor egy tisztességben megöregedett idős pár mégis kap gyermeket, és azt az ígéretet, hogy Isten nagy néppé teszi őket, ezt az Isten megcselekszi, hiszen láthatják az Isten irgalmát és cselekedetét akkor, amikor ennek az idős házaspárnak gyermeke születik. Megmutatta, hogy akkor, amikor rosszat terveznek ellenünk, ő képes arra, hogy jóra fordítsa, mert bár Józsefet a kút és a börtön mélyére vetették, Isten mégis kihozta őt onnan, és nagy emberré tette Egyiptomban, azért,
hogy családjának, az ő túlélésüknek a biztos záloga legyen. Mózes, bár először bizonytalan volt, mégis abban a nagy örömben részesült, és aztán megkapta a 10 parancsolatot, amely nagyon sok ember számára mind a mai napig egy olyan útmutatás, amely alap az ember életében. Az Istentől elfordult uralkodók életébe fordulatot hozott, hogy akkor, amikor Isten szól, akkor visszafordulhassanak, rátaláljanak újra az ő útjára, sőt, a rájuk bízottakat, a népet oda vezessék ő hozzá, a mennynek és a földnek teremtőjéhez. Azok után pedig, akik nem akartak hozzátérni, azok után jöttek olyan uralkodók, akik meglátták életükben az Isten cselekvését, és ők lettek a szabadulás eszközei. Azok az uralkodók, akik Isten egyszülöttjét igyekeztek eltávolítani az útból, egyszeriben eltűntek, mert nem tudták megállítani a kegyelem áradását. Ha voltak is mártírok az egyház történelmében, láthatjuk, érezhetjük, hogy az ő kiontott vérük magvetés volt, mert itt vagyunk. Ha felekezetileg lehet, hogy szétválasztva is, de mégis az egy igaz Istenben bízva. A mai nap ajándéka is ugyanúgy, mint ahogy eddig nagyon-nagyon sok embernek, ma is ez a gyermek, akiről olvashatunk az igében, aki életében a proféciák beteljesedtek, aki, bár menekülnie kellett, mégis megmenekült, és aztán felnövekedett, hogy a bölcsek között a legbölcsebb legyen, azok között, akik Istenről beszélnek, a legnagyobb tudású legyen. Ő volt az, aki megállt parancsolt annak, akitől mind a mai napig nagyon sokan talán a legjobban félnek. Az igében gyermeknek és a szüleinek menekülnie kellett, Krisztustól, az ő áldozatának és feltámadásának köszönhetően viszont a bűnnek és a halálnak van oka innentől kezdve menekülni. Mert Isten új utat nyitott általa és rajta keresztül mindnyájunknak. Szerdán az idősek otthonában az ige, amelyet ott hallhattunk, ez volt a Jelenések könyvének 21. részéből. Halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónul ülő pedig ezt mondta, íme, újjáteszek mindent. Bár kap még időt, hogy kitombolja magát, de testvérek, a halál tusáját vívja. Nincs már ereje, nincs már esélye, hogy igazán diadalmaskodjon. Most már nem a fiúnak kell menekülnie, hanem neki kell menekülnie a fiú elől. Isten akarata ez az imahét. Isten akarata az, hogy római katolikusok, evangélikusok, reformátusok összegyűlve az Istenre figyeljünk, itt Mezőtúron is.
Hiszem, hogy igen. Nem csak hiszem, hanem tudom. Mert az ige alapján meg vagyok győződve arról, hogy az az Isten, aki adta nekünk az ő egyszülöttjét, akit egy szívvel és egy lélekkel imádunk és dicsőítünk mind a mai napig, és míg világ a világ, hiszem, hogy ez az Isten szent lelke által ma is cselekszik. És ő indít bennünket arra, hogy eljöjjünk, és félretegyünk minden olyan különbözőséget, amely akár külsőségben, akár dogmatikában az évnek hátralevő heteiben talán evangélikusokat, római katolikusokat és reformátusokat szétszakít. Mert Istennek célja van, mégpedig az, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, egy szívvel és egy lélekkel tudjuk őt dicsőíteni és magasztalni. Drága gyászoló testvérek, most nem csak a halált, hanem egy hétre ezeket a különbözőségeket is elgyászolhatjuk, eltemethetjük. Drága örvendező testvérek, kaphatunk, hiszem, egy csöpnyi szeletet a mennyek országából, ahol minden népből és nemzetségből azok, akik Krisztusban hisznek, lakozást nyernek. Tudom, hogy Isten hozott bennünket ide, tudom, hogy ő az, aki kísér bennünket az egység keresésének útján. Jézus azt mondta a hegyi beszédben, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Kérjük hát a szíveket formáló Istent, hogy formáljon bennünket. Adjon nekünk tiszta szívet, hogy megismerjük őt, az élet urát, aki él és uralkodik most és örökkön örökké. Amen. Hallottuk az igehirdetésben, hogy búcsúzni jöttünk, és hogy a halál tusáját hívja. A karibtérség keresztényei, akik összeállították az imaheti alkalmakat, nagyon sokat szenvedtek mások bűneitől. A gyarmatosítástól, az elnyomástól, a kényszermunkától, a rabszolgasságtól. Nagyon sokat szenvedünk egymás bűneitől. Most ezen a héten különösképpen is figyeljünk oda arra a Jézusra, aki azért jött, hogy megszabadítson minket a bűn rabságából. Hozzuk elé kéréseinket, és kérjük őt, hogy törje össze a láncokat, amelyek rabságban tartanak, és a láncok helyett a szeretet és a közösség kötelékével kössön össze minket. Az utóimádságunkban, az előimádkozott rész után a gyülekezet majd együtt válaszoljon, kérünk téged, hallgass meg minket. Fennállva mondjuk el az imádságot. Bőség Istene, te minden szükségünket betöltöd jóságodból. Légy velünk most, segíts, hogy felül emelkedjünk önzésünkön, mohóságunkon, és adj bátorságot, hogy az igazságosság követei legyünk a világban,
hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szeretett Istene, te képedre és hasonlatosságodra teremtettél, és megváltottál minket Krisztusban. Légy most velünk, tégy alkalmassá arra, hogy szeressük fele barátainkat, és örömmel fogadjunk mindenkit. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Békesség Istene, te hűséges vagy velünk kötött szövetségedhez, még akkor is, ha mi eltávolodunk tőled. Krisztusban megbékéltetted magad velünk. Légy most velünk, és adj nekünk új szívet, új lelket, hogy elvessük az erőszakot, és helyette a te békességed szolgái legyünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Dicsőség Istene, te mindenható, hatalmas Úr vagy, mégis úgy határoztál, hogy Jézusban, emberi családban lelsz otthonra, és a keresztség vize által gyermekeiddé fogadtál minket. Légy most velünk, és segíts, hogy hűségesek maradjunk családi elköteleződéseinkhez, és a közösség iránti felelősségünkhöz, és erősítsük kötelékeinket testvéreinkkel Krisztusban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, aki három személyben egy vagy, Krisztusban egyé tettél minket magaddal és egymással. Légy most velünk, és a Szentlélek erejével és vigasztalásával szabadíts meg önzésünktől, gőgösségünktől és félelmeinktől, amelyek megakadályoznak bennünket, hogy az egyház teljes, látható egységére törekedjünk. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által. Amen. Jézus Krisztus azért jött, hogy önmagában megbékéltesse az Atyával ezt a világot, ő a mi békességünk, az ő nevében jöttünk össze. Fejezzük most ki egymás felé a békességet, a béke veled készfogással. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot fennhangon. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem, hogy holnap este a záró alkalomra ugyan ide, a római katolikus templomba 5 órára hívogatunk és várunk mindenkit nagy szeretettel. Hívjunk másokat is, legyünk együtt minél többen Krisztus egységében. Szeretnék kérni mindenkit, ahogy ezt minden este kértük, hogy a kijáratnál legyenek szívesek a testvérek letenni az éneklapokat, hogy ezt holnap este is tudjuk még használni. Zárásképpen énekeljük a 342. dicséretünket, a 342. énekünket énekeljük. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal, hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, Istennek dicsőség. Mindenkinek nagyon szép estét kívánunk, és kívánjuk, hogy minél többen tudjunk holnap újra találkozni.